Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Kisvárda Spali rangadót rendeznek a labdarúgó NB2-ben. Címvédőként vágtak neki a döntőnek a nyíregyházi junior kosarasok. 10. bajnoki aranyérmét szerezte 20 kilométeren Helebrant Máté. 20 éve nyert bajnokságot az NV1-ci Szabolcs Gabona. Győzelemmel zárta utolsó idegenbeli meccsét a nyíregyházi kosársuli. Véget ért a sakkozók megyei csapat bajnoksága. Megyei rangadót játszanak vasárnap a labdarúgó NB2-ben. A házigazda Kisvárda és a vendég nyíregyháza Spartakusz is győztes meccset követően várja a találkozót. A csákvári 3-0 győzelemmel hangoltatok a Spari elleni rangadóra. Milyen mérkőzésen szereztétek meg a 3 pontot? Nem mondanám, hogy túlzottan jól játszottunk, de azt megelőző meccsen a vasárnapi, amit Tatabányán játszottunk a Budaörssel, akkor szerintem sokkal jobban játszottunk, sokkal több lehetőségünk volt, sokkal több helyzetünk volt, azok viszont kimaradtak, vagy komolyabb helyzetnél a játékvezető lest ítélt. Ez viszont most a tegnapi mérkőzésen a szerdai, a Csákvár ellen, viszont ami lehetőségünk volt, azt könyörtelenül kihasználtunk, ezért lett 3-0, illetve 0-3-os eredmény. Gondolom, önbizalom növelőnek is jól jött ez a győzelem a Spari elleni megyei rangadó előtt. A két csapatot 12 pont választja el egymással a tabellán, de ahogy mondani szokták, ilyenkor ez nem számít, te hogy látod? Én is így látom, hogy ez egy megyei rangadónak van kikiáltva, és játszottam is már rajta, és tényleg az is. Úgyhogy én is így vagyok, olyan, mint a Fradi Újpest, vagy Újpest Fradi, hogy igazából nem a pontszám számít, hanem az, hogy ezen a meccsen ki milyen formát fog ki. Ti milyen formán vagytok, hogy érzed, mondtad, hogy volt egy olyan meccs, hogy nagyon jól játszottatok, volt egy, ahol kevésbé, de a két idegenbeli meccsen 4 pontot gyűjtöttetek, milyen játék lehet a Spari ellen üdvözítő? Mindenképpen védekezésből fogunk szerintem kiindulni, nyilván gólt nem szabad kapnunk, most a meccsek is mutatják, azért nagy számba rúgunk gólt, úgyhogy szerintem ez lesz az elsődleges a védekezés, aztán abból megpróbálni gólt, illetve gólokat szerezni. Az önbizalommal meg szerintem nincsen probléma senkinél, úgy érzem, úgyhogy remélem, hogy egy jó mérkőzés lesz, és jó hangulatú is. A Kisvárda az hasonlóan a Spari győzelemmel hangolt a hétvégi rangadóra. Milyen meccsen sikerült begyűjtenetek a 3 pontot? Én azt gondolom, hogy a meccset kézben tartottuk, az első fél időben el kellett volna dönteni a játékot. Mivel nem sikerült a helyzeteket berugnunk, ezért kiélezett lett a vége, de úgy gondolom, hogy magabiztosan nyertünk 2-0-ra. Sok idő nincs a pihenésre és a felkészülésre, hiszen vasárnap már következik a Kisvárda elleni rangadó. Ha valaki, te jól ismered a Kisvárdát, milyen mérkőzésre számítasz? Én kiélezett mérkőzésre számítok, ugye ez egy rangadónak számít, egy megyei derbinek. Mindkét fél számára fontos a győzelem. Mi nekünk azért, mert fel tudunk így zárkózni. A Kisvárdának úgy gondolom azért, mert minél hamarabb szeretnék szerintem lezárni ezt a bajnokságot és feljutni. Úgyhogy egy kemény párharcokkal teli jó mérkőzésre számítok. Csütörtöktől vasárnapig Nyíregyházán rendezik meg a fiú junior kosárlabda bajnokság országos döntőjét. A házigazda a Nyíregyházi Sportcentrum együttese címvédőként várta a tornát. Bízom benne, hogy minden rendben lesz, és remélem, hogy zökkenőmentesen fog zajlani a mérkőzések sorozata, és bíznék abban is, hogy jó mérkőzéseket láthatnak a kilátogatók, és színvonalas találkozókon szerepelhetnek majd a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárakadémia játékosai is. Ilyen erőssége a mezőny, hiszen ez az a korosztály, amelynek képviseli már azért a felnőttek között is megmutatják tudásukat. Valóban így van, már a játékosok játszanak a felnőtt csapatoknál is, és igazából annak örülnék, hogyha egy picit átalakítanánk a magyar kosárlabdázást, és a 18 éves játékosoknak már komoly lehetőségeik lennének a felnőtt csapatok küzdelmeiben is. Ez nem igazán volt jellemző eddig a magyar bajnokságra, és a versenybizottságot is meglepte az, hogy az itt fellépő játékosok már a B csoportban komoly szerepet játszanak. Éppen ezért a versenykiírást is elég nehéz volt úgy alakítani, hogy ez a hétvége szabad legyen, és a B csoportos rájátszásokat ne zavarja. De szerencsére ezt néhány csapatot, akit érintett, sikerült megoldani. Kicsit besűrűsödik a rájátszás, de a lényeg, hogy szerintem zavartalanul mehet majd ez a torna. És igen, meghatározó játékosok, erős játékosok lépnek majd föl.
ebben bízva remélem, hogy nagyon jó mérkőzések lesznek. A nyíregyházi csapat címvédőként vág neki a tornának. Több olyan játékos szerepel a junior csapatban, akik már meghatározóak számítanak a felnőtt együttesben is. Mekkora előnyt jelenthet ez? Remélem, hogy előnyt jelent, az mindenképpen dicsérni azért a munkánkat is, hogyha ez így lenne. De azért az ellenfél csapatában is vannak olyan játékosok. A Vasas csapatában többen játszanak a B csoportban, Sopronban szintén fellépnek a játékosok, igaz, hogy ők a zöld csoportban szerepelnek. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy így eléggé rutinos játékosokkal tele lesz a mezőny, de hazai pályán azért nekünk mégiscsak érvényesíteni kell a hazai pálya előnyét, ami természetesen egy picit teher is lehet majd a találkozókon, de abban bíznék, hogy a kilátogató szülők, közönség, hozzátartozók azért olyan hangulatot varázsolnak majd, ami nem teherként, hanem inkább egy plusz motivációként fog jelentkezni a mérkőzéseken. Két napon keresztül a Tiszavasárló Tézrin csarnok, a Bencsiskola csarnoka az otthont a meccsenek, két napon keresztül szombaton és vasárnap a Continental Arena. A visszagondolsz fiatal játékoskorod, de mekkora motiváció az egy fiatalnak, ha ilyen környezetben játszhat? Én mindig nagyon szerettem a szép környezetet, és mindig nagyon kedveltem a szép edzésfelszereléseket. Örültem annak, hogyha ilyen környezetben lehetett játszani, és úgy gondolom, hogy a Continental Arena minden tekintetben megfelel azoknak a kihívásoknak, amit egy ilyen U18-as döntőn teljesíteni kell, de a Tiszavasvárjunkti csarnok is nagyon jó a talaja legfőképp, és úgy gondolom, hogy az első két nap alkalmával ott is nagyon jó mérkőzéseket, jó színvonalon lehet majd játszani. Említettétek a felvezető sajtótájékoztató, hogy nem akartok terhet rakni a csapatra, viszont címvédőről van szó, és ebben a szezonban a hazai pályán veretlen az együttes. Mi az, amivel elégedettek lennétek? Ezt mindig nagyon nehéz kijelenteni természetesen, és valóban nem szeretném, hogy teher legyen ez a játékosokon. Legyenek jó mérkőzések, el lehet veszíteni találkozókat is természetesen, de küzdelemmel, és meg kell tenni mindent azért, hogy tudjon győzni a csapat, és ha így nem sikerül, akkor természetesen az megbocsátható, és nem lehet soha azt kijelenteni, hogy mindenképpen győzni kell. De természetesen örülnénk annak, hogyha azért a hazai pálya előnyét sikerülne érvényesíteni, és természetesen örülnénk, hogyha minél jobb helyezést tudna elérni a csapat. 2011-ben és 2013-ban rendeztünk U18-as döntőt, 11-ben bajnok lett a csapat, 13-ban a bronzérmet sikerült megszerezni. Jó lenne, hogyha ez a 2018-as rendezés is csatlakozna valahogyan ebbe a sorba. Talán el lehet mondani, hogy fiúkos állapotban ez a korosztály a junior U18-as csapat, a Nyíregyházi Sportcentrum kinek a csapat, a bajnoki címvédőként hazai pályán veretlenül ebben a szezonban vágnak neki a döntőnek. Milyen elvárásokkal? Azt szeretnénk, hogy minden jobb eredményt érnek el a srácok természetesen, akár címvédőt is lehet, de semmiképpen nem akarunk terhet rakni a srácokra, sőt inkább plusz motiváció legyen az, hogy a hazai környezetben játszanak, és bízom benne, hogy nagyon szép eredményt fogunk elérni. A csapatból többen veled dolgoznak rendszeresen a felnőtt együttes, mint a junior csapat edzője Bockó Ádám. Mit tehetnek hozzá a srácok a meccsekhez, hiszen azért azzal, hogy felnőtt bajnokságban szerepelnek, erősebb, idősebb játékosok ellen, gondolom abszolút meghatározóak leszek a saját korosztályukban. Igen, hát ez már tavalyi szezonban is látszott, hiszen megnyertük a junior bajnokságot Debrecenbe, már akkor látszott az, hogy a felnőtt csapattal készülnek. Ugye itt azért napi két edzésük van, heti háromszor kondicionedzés is van. Én bízom benne, hogy nagyon ki fog jönni ez a különbség a játékosok között, és szép eredmény fognak elérni. Sem neked, sem a csapat több tagjának nem lesz már ismeretlen egy 8-as döntőben pályára lépni, hiszen címvédőként várjátok ezt a tornát. Milyen formában, milyen érzésekkel várjátok ezt a nyíregyházi négy napot? Nagyon várjuk már, ugye, amikor megtudtuk, hogy Nyíregyházán lesz a döntő, már ugye mindenki lázban égett, és nagyon várja már, hogy ugye a hazai közönség előtt megmutassa magát. Én úgy gondolom a csapatról, hogy nagyon jó formában van, abszolút már csak is finomításokat teszünk, ugye itt a játékosoknál is abszolút nincsenek megterhelő edzések, és úgy gondolom, hogy teljes erőbedobással megyünk neki ennek az országos döntőnek. Nagyon sűrű a mezőny, hiszen a rájátszás végén az első hat csapat között minimális különbség volt. Ismeritek az ellenfeleket, mivel lennétek elégedettek? Igen, ismerünk ugye mindenkit. Érdekes ez, mert nem voltam még ilyen országos döntőm, pedig már ez lesz a 16. országos döntőm, de az első és az 5. helyezett között ugye egy győzelemvereség különbség van, tehát abszolút itt nüanszokon fog múlni az az országos döntő, és nagyon kiegyenlített lesz. Én pedig úgy gondolom, hogy a hazai pálya előnye az a mi javunkra fogja fordítani a mérkőzéseken a pozitív végeredménynek a kialakulását. Mennyit jelenthet az, hogy aki ismeri a csapatot, látja, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is jó közösséget alkottok?
Igen, ez igazából nagyon sok csapatunkra, itt mondhatom a felnőtt csapatot is, az U20-as csapatot is, az U18-as csapatot is, vagy akár a tavalyi U18-as csapatot is, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is egy csapatot alkotunk, és tényleg minden szabadidőnket próbáljuk, amit lehet együtt tölteni, és ez is úgy gondolom, hogy a siker kulcsa lehet. 10. felnőtt bajnoki aranyérmét szerezte meg a 20 kilométeres gyaloglásban Helebrant Máté. A nyíregyházi atléta a Békés Csabán megrendezett versenyen 1 óra 24 perc, 2 másodperces idővel végzett az élen. Nagyon jó volt, viszont nagyon izgultam, mivel már több mint fél éve nem versenyeztem. Viszont nagyon örülök, hogy egy olyan versenyen indultam el idén először, ahol már ismerős voltam. Ugye most 11-ére nyertem meg ezt az országos bajnokságot. A pálya ugyanaz volt, igazából az időjárás is jó volt, szóval úgymond a körülmények adottak voltak egy jó versenyzéshez, és hát örülök, hogy egy aranyéremmel tudtam kezdeni ezt a szezont. Hogyan építetted fel a versenyt, és mennyire kellett megküzdened a riválisokkal? Mivel most nem 20 km készülünk, hanem 50 km, ezért nagyon nehéz versenyzés volt, mivel nagyon jó az állóképességem, viszont így most nem vagyok annyira gyors, mint amennyire szoktam lenni, illetve amennyire kellett volna. A fiatalok viszont rövidebb távokra készülnek, ezáltal nagyon gyorsak, és hát így kiegyenlítődött az erőviszony, és hát egészen az utolsó kilométerig fej-fej mellett haladtam az egyik versenyzőtársammal, Venyelcsány Bencével, aki a Honvéd Egyesületében versenyzik, és hát az utolsó 500 méteren sikerült lehajráznom őt. Most ez így sikerült, ez igazából most nem az időről szólt, hanem a helyezésről, és az volt a fontos, hogy megvédjem a bajnoki címemet. Ez azt jelenti, hogy ezzel a 20 kilométerre lesz a távot, erre az évre le is tudtad? Úgy néz ki, hogy igen. Ezen a távon már nem fogok versenyezni az idén, már csak 10 kilométeren, illetve a főversenyemen, az Európa-bajnokságon 50 kilométeren fogok indulni. Hogy néz ki eddig a felkészülés? Eddig igazából úgymond ilyen alapozási időszak volt, és célirányosan majd csak most fogjuk elkezdeni jövő héten a felkészülést az Európa-bajnokságra. Lesz 2 10 km-es versenyem, azok igazából csak arra kellenek, hogy a verseny előtti melegítést, illetve időszakot úgy tudjuk gyakorolni az edzőn a Józsibával. Edzőtáborokba fogunk járni, de úgy pontosan még nem nagyon tudjuk, hogy mikor és hova és mennyi időre. Az biztos, hogy augusztus 7-én reggel 8:30-kor lesz a rajt Berlinben. 20 évvel ezelőtt, 1998. április 25-én szerezte meg története első, és mint később kiderült, egyetlen bajnoki aranyérmét az NVSC Szabocs Gabona. A Botos Ferenc által irányított nyíregyházi férfi röplabda csapat a fináléban a Kaposvárt múlta felül 3-1-es összesítéssel. Az első meccsen, viszonylag szoros meccsen kikaptunk Kaposváron, másodikon teljesen egyértelműen nyertünk. Hát és igazándiból nagyon nagy bravúr, az a harmadik mérkőzés volt, ott 3-2-re nyertünk, és se előtte, se utána nem nyertem Kaposváron, és aztán hát itthon már akkor benne volt a levegőben, sőt, reggel edzésen már a nagy pesgőket is bevittük a bújtosiba, úgyhogy hát és 3000 ember jött, óriási nagy dolog volt. És nem is gondolom, már 20 év telt azóta, hihetetlen, hogy még mindig már úgy emlékszik az ember. Azt hiszem, hogy hát a pályafutása legnagyobb sikere volt az itthoni döntő. Az egy nagyon erős bajnokság volt, több erős csapatta, mivel nőttetek akkor a mezőny fölé? Egyrészt volt két nagyon jó kubaink. Egy nagyon jó feladónk, egy nagyon jó elsütőnk. Veres Peti akkor már erősen bontogatta a szárnyait, és volt 3-4 olyan nyíregyházi, aki ezt mellé tudta tenni. Azt hiszem, egy nagyon jó hatos kezdőnk volt, illetve a cserepon is jó játékosaink voltak. 3000 ember ott volt a csarnokban, talán az a legnagyobb nézőszám Magyarországon röplabda mérkőzésen azóta is, viszont a spontán ünneplés a városban elmaradt, annak ellenére, hogy ez volt a város és a megye első labdajátékban szerzett bajnoki aranyérme, ami azt jelenti, hogy talán mégsem bízott mindenki abban, hogy le lesz zárni ezt a párharcot. Igazán erre emlékszem. Én azt hiszem, hogy akkor, amikor ott nyertünk Kaposváron a harmadik meccsen, akkor egy picit mifelénk billent a mélegnyelve, és ezt itthon sikerült is bebiztosítani. A spontán ünneplés, azt követően az elég hosszú éjszaka volt, illetve azt követő napok is.
és azt hiszem pont egy héttel rá, egy ilyen esős szombat délelőttön, például Kossuth téren volt egy ünneplés, úgyhogy így visszanézve a szép volt, jó volt. Ez a csapat ebben a formában nem sokáig játszott már együtt, viszont még egy bajnok kezdős belefért a következő évekbe, de a bajnoki szín után azt hiszem 5 évvel meg is szűnt ez az együttes, ez a szakosztály. Hogyan éltétek meg ezt? Igen, a következő év nem sikerült jól, csak ötödik lettünk, aztán elkezdett a Sheet Cruise, aztán vele játszottunk még egy bajnoki döntőt, ahol csak ezüstérmesek lettünk. Isten igazán úgy 20 év távlatában azt mondom, nem tudtuk igazán jól meglovagolni ezt a bajnoki sikert. Én azt hiszem, hogy nem is sikerült utána olyan idejönlőgőset igazolnunk, akik tudták volna a két kubainkat pótolni, illetve csak egyikük jött vissza, ugye csak az Ernesto jött vissza. Aztán 2 év múlva Petit elveszítettük, nyilván kinőtte ezt a bajnokságot, neki már ez, úgy gondolom, hogy tovább lépés volt mindenképpen szükségszerű, és nem tudtuk meglovagolni. Én azt hiszem, hogyha egy jobb marketinggel, egy jobb vezetéssel ezt jobban kihasználjuk, még sokáig lehetünk volna a spiccen. Igen, és aztán 2003-ban gyakorlatilag a klubvezetés feladta ezt a küzdelmet. Én akkor is azt mondtam akkor elnöknek, hogy tartsuk együtt a csapatot egy amatőr státuszban, azt a viszonylag töredéke költségetést próbálják előteremteni, és akkor megpróbáljuk munka mellett ezt az egészet valahogy újraépíteni, újrakezdeni. Akkor azt mondtam, lemondott róla a városvezetése is, lemondott az egyesület vezetése is, hát így gyakorlatilag 2003-ban megszűntünk. Te többször tettél kísérletet arra, hogy a férfi szakágat újraélesz, most milyennek látod a jövőt? Most ugye GLP néven NB2-es csapat működik, és van U19-es, U17-es csapat, illetve általános iskolás minikorosztályú együttesek is. El kell indulni egy hosszú folyamat, tehát újra el kell kezdeni fölépíteni a legkisebbektől. A felnőttök NB2-es szereplése azt mondom, hogy bíztat sikerekkel, bár voltak kellemetlen bukásaink. Egy picivel azt hittük, hogy fényesebb lesz az idei bajnokság. Úgy gondolom, hogy adott a csapat, lehet kell még egy szezon, amire esetleg kivívja az NB1-es indulást, de hát azért dolgozunk, hogy sikerüljön. Április 25-én 20 éve, hogy az akkor volt az Izabeli csarnokzat nevezett létesítményben a nyíregyházi röplabdacsapat, férfi röplabdacsapat megszerezte a megye első labdajátékokban szerzett országos bajnoki címét, annak a sorozatok te is tevékeny részese volt, egy 2 évtized távlatából mi az, ami elsőre beugrik arról az időszakról? Mindenképp az, hogy életemben szerintem nem csak nekem, hanem mind a társaimnak is az első aranyérem a megszerzés, ez egy olyan nagy elismerés volt szülővárosunkban, mert tényleg olyan csapatról beszélünk, hogy a csapat nagy része nyíregyházi játékosból állt, illetve még azt jobban szűkítve, ez egy ilyen Árok utcai és Poroló környéki banda. Tehát elsősorban az, és maga a hangulat, amit a Bújtos csarnokban volt akkor. Ugye hosszú út vezetett az aranyéremig, melyek voltak az a meccsek, amelyek megmaradtak benned? Hát mindenképp, ahogy én visszaemlékszek arra az időszakokra, azért az már 20 évvel ezelőtt volt, azért ott sokkal erősebb bajnokság volt, és ott annyira kiegyensúlyozott volt, hogy kiemelni tényleg így most a Szeged-Vasas-Kaposvári mérkőzéseket, tényleg az a baj, hogy én még akkor annyira fiatal voltam, hogy igazából én fel tudtam még mérni annak a súlyát, hogy most mennyire fontos egy győzelem, vagy nem is beszélve a bajnoki aranyról. Tehát nekem annyira gyorsan pörögtek az események, de inkább ezt az idősebb játékosok jobban át tudják ezt érzékelni. Mennyi szerepe volt a sikerben az edzőnek és a két kubai légiósnak? Mindenképp, mivel a csapatsportáról beszélünk, itt nem is lehet kiemelni szerintem egy-egy embert. Egyértelműen ez a két kubai srác, ez nagyon a segítségünkre vált. De ez a mai világban is arról szól, hogy mindegyik klub azért erős, mert van egy-kettő-három, akár esetleg 4 külföldi segítsége, és azok erősítik a csapatot. De hozzáteszem, ismét büszke vagyok nagyon, és tényleg a srácok nevében is beszélve, hogy jóformán tényleg a 12 játékosban majdnem, hogy 10 nyíregyházi születés volt. Neked ez a bajnoki cím volt az első, viszont egy nagyon komoly karriert indított el. Mekkora szerepe volt a karrieredben ennek az aranyéremnek? Így visszagondolva, őszinte leszek, nekem ott volt egy hatalmas egy erőlépés, mert 19 évesen megszereztem az aranyérmet, és én abban az évben kezdtem el felnőtt válogatott kezdőként játszani.
és rá egy éve már fel is figyeltek egy váltott mérkőzésen, és már észre se vettem magam, és már 20 évesen kint voltam Olaszországban. Viszont nem sokkal utána megszűnt Nyíregyházán a felnőtt férfi röplabda, ami lehet azok a szerintet, hiszen egy aranyéremből inkább építkezni kellett volna. Erről inkább én nem nyilatkoznék. Én nagyon-nagyon sajnálom, mert utána még vagy egy-két évig úgy még jó csapat volt. Mindennek általában az anyagiaknak a köszönhető, hogy sajnos megszűnnek a csapatok, klubok. Én bízom benne, hogy azért idővel most így a női röplabda Nyíregyházán nagyon szépen teljesít, hogy fel lehet ezt valamilyen szinten még eleszteni Nyíregyházán a férfi csapatot is. Mennyire tartod a kapcsolatod a régi csapattársak, amit tudsz róluk? Megvan az a kis maga, akivel szoktunk beszélgetni, néha találkozni. Persze még pár játékos már az még játszik a Toronyi Miki többek között, még aktívan játszik a Barcikába. Kubajakkal sajnos nem, de hát ez az élet így hozza, hogy nem itt maradtak, úgyhogy velük nem nagyon, de tényleg akik itt a nyíregyházi születésük, azokkal tartom. Tavaly Nyíregyházán láthatunk a magyar válogatott csapat vezetőjeként. Idén ebben a szerepben vagy bármilyen bányban vár-e rád feladat? Nem, én megmondom őszintén, hogy most egyenőre magánéletem miatt én nem vállaltam ezt a szerepkört. Nem tudom, hogy jövőt mit hoz. Most éppen csinálom az edzőjét, épp azért, hogy még bármi lehet az életbe, és hogyha tudok segíteni, vagy hozzátenni így a nyíregyházi röplabdázáshoz valamit, akkor azon leszek, hogy hozzásegítsek. Győzelemmel zárta utolsó idegenbeli meccsét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese a Pinkese vendégeként nyert 81-58-ra. Annak biztosan nagyon örültünk, hogy nem kell többet ilyen messzire utaznunk, de természetesen a győzelemnek is örültünk, tehát azért úgy mentünk el a Pinkhez, hogy ugye kiper pillanat egy veresége van ebben a bajnokságban, tehát azért az bizonyít, hogy azért egy jó csapatról beszélünk. Valamilyen szinten nekem azt hiszem, hogy talán szerencsénk is volt azzal, hogy előző nap azért ők játszottak egy ásmérkőzést, és ugye aránylag már most sok időt töltöttek azok a játékosok is a pályán, akik az amatőr NB1-ben is játszottak. Így ugye a bemelegítésükön már látszott, hogy most vagy fáradtak voltak, vagy nem vettek bennünket komolyan, tehát ezt nem nagyon tudtam eldönteni, hogy végülis a kettő közül melyik az igaz. Az elején, hogy az elején mi egy olyan lendületet vettünk, és egy olyan dobószázalékot mutattunk be, amit szerintem maximálisan meglepte az ellenfelet, és most ez sem mindegy volt, hogy emberfogással védekezett, zónavédekezés védekezett, mindenre megvolt az ellenszerünk, és így megengedhetünk magunknak azt is, hogy az utolsó negyedben már csak a fiatalokat játszhattuk. Hat idegenbeli meccsből a rájátszás, hogy ötöt nyertetek, gondolom ezt aláírtad volna előtte. Így van, tehát azért úgy indultunk neki ennek a rájátszás, hogy idegenben azért ezek elég kemény mérkőzések lesznek, és féltünk attól, hogy az utazásból és mindenből kijöve, hogy fogjuk tudni ezt megoldani. Én úgy gondolom, hogy azt mondják nekem az elején, hogy 6-5-öt meg fogunk nyerni, akkor ezt azon aláírtam volna. Most már ugye az a feladat, hogy most már a hazai mérkőzéseinket is hoznunk kell, főleg azért, mert most ugye már megjelent, hogy valóban szét fogják szedni 2-14-es csapatra a bajnokságot, és most azért nem mindegy, hogy most a felsőházba fogunk kerülni, vagy az alsóházba, és mondjuk, hogyha a hazai mérkőzésben legalább kettőt nyerünk, akkor úgy gondolom, hogy akkor semmilyen körülmények közt nem kerülhetünk már ki a felsőházba, és most per pillanat ez a cél. A Győr az első a hazai meccsek, a csapat előtt lévő hazai meccsek sorában. Milyen esélyekkel, reményekkel várjátok őket? Győrben sikerült nyernünk. Ugye a Győr az megint az a csapat, akinek nem biztos mindig ugyanaz a játékos állomány fog játszani. Hát ugye ott is lassan vége van az ÁS bajnokságnak, és ugye az A-ból lejátszanak játékosok, ugye dupla hétvégére jönnek, mert a Diós Győrbe is lemennek, nem csak velünk játszanak, tehát valószínűleg több játékos fognak hozni, másként fogják őket forgatni, valószínűleg, hogy több meghatározó játékos is fog jönni, és Isten igazából arra készülünk, hogy azért pár mindenféleképpen nyerni szeretnénk, reméljük, hogy ez össze is fog jönni nekünk. A Nyíregyházi Sportcentrum második csapata nyerte a megyei sakkcsapatbajnokságot. A második helyen a Piremon, a harmadikon pedig a Kisvárdese végzett. Szabolcs-Szatmár Bereg megye sakkcsapatbajnoksága két szintű, itt a megyei első osztályú csapatbajnokság két mérkőzésének a megrendezésére kerül sor. A megyében összesen a megyei első osztályú bajnokságban 10 csapat küzd, Fehérgyarmattól Kispárdán keresztül Nyíregyházáig, Nyírbátorig van a 10 csapat, a megye különböző területeit képviselendő. Milyen játékerőt képviselnek ezek a csapatok, ezek a játékosok? A
megyében két olyan csapat van, amelyik NB2-es csapatnak a második vonala, a Tiszavasvárinak a második vonala és a Nyíregyházi Sakkiskolának, most már a Nyíregyházi Sportcentrumnak a második vonala is játszik a megyei csapatbajnokság első osztályában. Sok olyan játékos van, akinek nagy múltja van NB2-ben, NB1-ben is játszott, például mondjuk a Nyíregyházi Sportcentrumnak, régi nevű Nyíregyházi Sakkiskolának több játékosa egyúttal játszik az NB2-ben is, főleg az IFIK, de a magamfajta 50 körüli is. Egyébként ez a 10 csapat, amely első osztály tekintve országos szinten milyen nagyságrendet jelent? Elég nagy és pezsgő a megyei sakkélet, a megyei első osztályú csapatbajnokság, tehát 10 csapat 10 táblán, ilyenre nem nagyon szokott sor kerülni más megyékben. Vannak olyan megyék, ahol nem is nemzetközi értékszámszerző a megyei csapatbajnokság, hanem szabadidős jellegű, és általában kevesebb csapat van a megyék csapatbajnokságaiban. A fiatalok gondolom ezen a szinten kezdik, mennyire gyorsan derül az ki, ha valaki be esetleg nagyobb potenciálban magasabb szinte is képes? Akik már a megyei csapatbajnokságban játszanak, azok már elérkeztek valamilyen szinte. Tehát ők rájuk felfigyeltek az óvodákban, iskolákban, diákversenyeken, diákolimpiákon versenyeztették őket, és a legkiválóbbak kerülnek be a csapatokba. Mint láthattuk a díszteremben, a 4 csapat, amelyik mérkőzik egymással, a 4 csapatnak körülbelül a fele ifjúságiakból áll, különösen a Piremon 2-re igaz ez, illetve a Nyíregyházi Sportcentrum második csapatára is. Nagyon sok tehetséges fiatal van, akik évről évre rúgják ki magukat, évről évre több százal növelhetik az értékszámokat, és bizony a felnőttek elé is kerülhetnek az erős sorrendíveken. Ezzel a fordulóval véget ér a megyei bajnokság, csapatbajnokság. Milyen versenyek várnak a megyei sakkozókra? A csapatbajnokság után még május 6-án kerül sor az NB2 befejező fordulójára, ahol a Nyíregyházi Sportcentrumnak Edelényben győznie kell, ebben az esetben bronzérmet szerez az NB2 küzdelmeiben, majd utána jönnek az egyéni versenyek a csapatbajnokságok lezárultával, így augusztus 23-tól 27-ig rendezi meg a Megyei Sakkszövetség a Kontinentál Arénában a szokásos nyírségi torna nemzetközi sakkverseny, amelynek kísérő rendezvényeként lesz villámsakkverseny és rapid sakkverseny is, természetesen a Vidor Fesztivál ideje alatt, nappali időben, nem a sötét éjszakában, a Kossuth téren, a főtéren, rendkívül látványos körülmények között. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!